január 27-én és 28-án Mária Pócson tartották a családfelelősök országos találkozóját. Bíró László püspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense vezetésével. Szinte valamennyi egyházmegyéből érkeztek képviselők, házaspárok. Mi volt ennek a család évének a legfontosabb tapasztalata? Mi volt a hozadéka? Nekem a nagy élményem az volt, hogy a társadalom mennyire, mindig így mondom, egy vákum beszívta a család évet. Tehát valahol ez a kettősség, hogy nem házasodnak az emberek, élettársi viszonyban élnek, válnak. Ugyanakkor a család éve fontos volt a társadalomnak. El is fejezte sok ember talán, hogy kihirdette meg a család évét, vagy hogyan is keletkezett, de azt tudták, hogy család éve van, és valamit tenni kell a családért. Én azt gondolom, hogy egyházon belül is, azon túl is, persze sok minden más egybeesés is van emögött, egyszerűen divat lett a családot szóba hozni, és pozitívan beszélni róla. Én azt mondom, hogy sajtón keresztül is ez történt. Ez nekem a nagy ajándék a család évre visszatekintve. Itt vagyunk most Mária Pócson és a egyházmegyei családreferensek, családfelelősök találkozóján 2012. januárjában. Milyen útravalóval látta el őket püspök atya? Én azt látom, hogy fontos tudatosítani magunkban is az, hogy aki a család mellé áll, az a jövő mellé állt. Mert sokszor úgy tekintenek arra, aki a családról beszél, mint értékről, mintha valami olyan valamiről beszélne, ami fölött eljárt már az idő, egy modern társadalom már nem tudja szívelni a házasságon alapuló családeszményt, annyi sok más alternatíva van már, ugye, és az emberek fölülnek erre, és azt gondolják, hogy a család értéke az egy konzervatív valami, pedig a házasságon alapuló család eszménye a jövő záloga. Tehát amennyire erős a házasság ebben a magyar társadalomban, annyi jövőnk van. Persze kell hozzá az is, hogy ez a házasság nyitva legyen az életre, a hűségre, a kizárólagosságra, de ezek nem egy ráerőltetett zubbony a házasságról, hogy kívülről ráakasztunk még plusz teherként, hanem ez a házasságnak a bensejéből fakad, senki nem akar epizód szereplőni valakinek az életében, senki nem akarja azt, hogy használják élvezeti cikként, aztán ha nem kell, akkor éppen félretegyék. Mindenki, szóval az ember igazságából fakad a házasságnak a természete, a szeretetnek az igazságából fakad, és tényleg a jövő védelme a házasságnak a védelme. Aztán a másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a gazdasági válságos időszakban, hogy őrizzük a kapcsolatot, mélyítsük a kapcsolatot. Gyerek voltam már Rákosi rendszerben, hogy a Rákosi rendszerben, ami segítette túlvészelni azt a nagyon nehéz időszakot a családoknak, a saját családomra is gondolok ilyenkor, az a kapcsolatoknak az erőssége. Az emberek kimondva, kimondatlanul úgy éltek, hogy egyik a másik fele odafordult, és azt mondta, te még nekem lesz kenyerem, addig neked is lesz. Szóval hiszem, hogy a nagy családnak az összetartására ma is szükség van. Tehát a kapcsolatnak a hangsúlyát szeretem mostanában mondogatni, ami persze párosul az, hogy jelen legyek a kapcsolatban. Hogy jelen legyek a házastársam számára, jelen legyek a gyerekem számára, a hívő ember jelen legyen az Isten számára az imádságában is. Szóval szoktuk mondani, minőségi időt adjunk egymásnak és Istennek. Így hiszem azt, hogy megújítható a család. És mindenki megtapasztalhatja, aki ezt teszi, hogy élhető ma is a házasságon alapuló család. Mire hívja, mire küldi püspök atya az idén a családokat? Az idei évben hirdette meg a Szent Atya a hit évét, ami a II. Vatikáni Zsinat kezdésének az 50. jubileumára szól, és a 20 éve jelent meg a katolikus egyház katekizmusa. Azt gondolom, hogy az utóbbi alapján próbáljuk ezt a jelenlétet megfogalmazni, mit jelent ma jelen lenni a házastárs számára, Isten számára, a család számára, az ember számára. Aztán van egy fontos mozzanat még, ugye idén lesz a milánói világtalálkozója a családoknak az egyházunkon belül, és ennek a témája a család, ünnep és munka. Mind a kettő meghatározója a családnak, az ünnep is és a munka is. És szeretnénk valamiképpen beleszűrni ebbe az elhatározásunkba azt is, hogy vigyázzunk arra, ne keveredjen össze a cél és az eszköz. A munka is, az ünnep is arra való, hogy a család egységesüljön. És ha nem vigyázunk, akkor a család lesz a rabszolgája mindegyiknek. Pedig nem ezért van.
Hogyan élte meg a család évének azokat a programjait, amikbe sikerült bekapcsolódni, vagy éppen szervezőként részt venni? Mik voltak azok a tapasztalatok, amiket érdemes most megosztani? A család éve az egy egészen különleges élmény mindannyiunknak, és a tapasztalatokat nagyon nehéz röviden összefoglalni. Az egyik érdekesség az, hogy valami nagyon szerencsés időpont van adódott ez a családév. Találkozott azzal, hogy Magyarország volt az Európai Unió elnökségét adó ország az első fél évben, amikor a családéve indult, futott, és a többi. És ez a elnökség az egyik prioritását pont a családra tette. Nem is sokadrendű prioritását, hanem az elsőrendű prioritások között volt. Így a társadalom ebbe az irányba mozdult, érdeklődött, mi a programjainkkal és az egyéb kiadványainkkal, stb. Próbáltuk ebbe az irányba terelni a dolgot. Amikor sikerült megrendeznünk egy tudományos konferenciát, akkor azon a tudományos konferencián állami részről, kormányzati részről, a tudomány részéről, az egyház részéről mindenünnen jöttek a család évében a megnyilatkozások. Ez mindenképpen egy szerencsés körülmény volt. Egyébként is szerencsés körülmény az, hogy Európa szerte mostanra a családokkal való foglalkozás, a család téma az rendkívül aktuális lett. Persze elsősorban a demográfiai problémák miatt, de hát ez megint két oldalról nézhető. Egyrészt lehet azt mondani, hogy a család nem azért fontos, hogy a népszaporulat rendben legyen. Másrészt lehet azt is mondani, hogy a népszaporulat az, ami ráirányítja a figyelmet arra, hogy a család az fontos. És ezért ez a vonal, ez épp úgy felső sugallatra jön, mint az a vonal, akik azt látják, hogy a család az a társadalom számára a megoldás, nem csak a népszaporulatra. És ez most Európa szerte úgy látjuk, hogy egy erősödő vonal, és erre az, hogy mi családévet rendezünk, ez valahogy rímelt. És ezáltal az érdeklődés még nagyobb volt, és talán sokkal több ember tudott megmozgatni, mint hogyha mindezek nincsenek. A másik döntő tapasztalat az, hogy az emberek érzik azt, hogy valami baj van. Azt, hogy az a baj, az abból származik, hogy a családot nem veszik komolyan, vagy elutasítják, azt úgy igazán nagyon nehéz megállapítani, de amikor valakik elkezdenek beszélni arról, hogy a család milyen fontos, meg a család milyen jó, stb., akkor fölkapják a fejüket. És úgy láttuk, hogy talán sok egyéb tényező együttes hatására ez most idén a család éve kapcsán egy lendületet kapott. Sokkal több ember kapta föl a fejét, mert sokkal több ember látja azt, hogy valami baj van. Lehet, hogy a bajok gyökere az mélyebben van, és talán ezt magunk egyik hiányosságának is érzem, hogy nem tudtunk eléggé mélyre ásni itt a családéve kapcsán, és mélyebb gyökerekre rámutatni, de hát az élet nem áll meg, itt a lehetőség, hogy ezt most csináljuk a jövőben. A centenáriumát ünneplő hajdúdorogi görögkatolikus egyházmegye az idén is megrendezte nagyhírű farsangi báját a bújtosi szabadidő csarnokban február első hétvégéjén.
A bál kezdete előtt az egyház ősi szertartásába, az alkonyati zsolozsma énekeibe kapcsolódhattak be a folyamatosan érkezők. Ez a bál azért volt különleges, mert a programban sokféle módon megjelent a százas szám, hiszen ez a rendezvény is hordozni és hirdetni kívánta a 100 éves megemlékezést. Ányában a csigánok, számold meg, fiam! Ennyi lába van, ányában jár a 100 lábú, számold meg, fiam! Nyolcvan, kilenc, kilencven, kilencvenegy, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc, kilencvenkilenc. Hány éves az egyház megye? 100 éves egyház megyénknek a gyurunk békessége és áldás sok 100 éven át. A 100 Folk Celsius együttes énekével és gyerekek, fiatalok százas számot formáló gyertyás koreográfiájával nyitották meg. Ezt követően a Hajdúddorogi Gimnázium végzős diákjai vonultak a csarnokba. Szervezők a 100 tagú cigányzenekart is hívni akarták, de helyettük a legalább annyira híres, csak hát csupán 4 fős Caravan Familia cigányzenekar mellett döntöttek. Választásuk, mint a hangulatjelentés is igazolja, jónak bizonyult. Itt vagyok, mi más te hullatok, mint az itt maradok, mint a hajnali csak.
tetőfogára hágott a hangulat, amikor a Four for Dance tagjai pördültek be a színpadra. Tudjuk róluk, hogy szinte nincs olyan Kárpát-medencei tánc, amelyet ne ismernének. Ám ezt minden produkciójukban megbolondítják valamilyen motivummal. Ezt tették most is. Természetesen százszor szép választás is volt, melyen a bálra érkező lányok és asszonyok mérhették össze szépségüket. A szép nem képviselői 16 éves kortól 100 éves korig jelentkezhettek. A szervezők által felajánlott 100 év fölötti korengedménnyel azonban úgy tudjuk, senki sem élt. A verseny győztesét végül százszor szép koszorúval meg is koronázták. De győztesnek érezhette magát itt mindenki, aki leküzdötte az észak-keleti országrész közlekedését is sokfelé megbénító hóakadályokat, és részt vett a bálon, mert olyan örömben lehetett része, ami csak efféle találkozásból, barátságból, jókedvű együttlétből születhet meg. Szóljon a zene! Köszönjük szépen! Azt halljátok, hogy zene, akkor mi az az egy-két szó, ami rögtön eszetekbe jut, és ami azt mondatja veletek, hogy igen, a zene számomra az, hogy? A boldogság. Akár, hogyha szomorú vagyok, akkor is utána tudom, hogy meghallgatok egy szomorú dal, de utána mindig jön egy boldogabb, egy pörgősebb dal, és nekem az egy kapaszkodó, amivel úgy ki tudok lábolni a bajaimból. Közös együttlétet is jelenti valamilyen szinten, bár a zene szóban nincs benne, ez meg így lehet, hogy pára nem ezt gondolnák, de nem tudom, bennem ezt is megfogalmazza. Egy másik dimenzióba vissza, ahol nincsenek gondok, éppen nem kell gondolkodni, csak élvezem a zenét, illetve mikor én magam zenélek, nagyon szeretek fuvalázni, vagy akár egy kicsit zongorázok, akkor az teljesen relaxál, egy nagyon kellemes érzés. Zene az érzelmek, kifejezés, és talán a legfontosabb, hogy harmónia. Tehát harmóniára törekszik. Hogyha fáradtabb vagyok, vagy szomorú vagyok, akkor inkább meghallgatok egy szomorú számot, vagy egy lassabb számot, mert az tud egy kicsi nyugalmat teremteni bennem is. Ha meg felpörgök valami miatt, vagy jobb kedvem van, akkor inkább a pörgősebb, gyorsabb zenét jobban hallgatom, és jobban szeretem. Ezek az alternatív rockzenék kapcsolnak ki engem, így esténként lefekvés előtt szívesen hallgatom őket, és itt teljesen más dimenzióba kerülök, mindent kikapcsolok azon kívül. Minden érzékszerűm, és akkor csak a zenére tudok koncentrálni, és dúdolom, énekelem azt. Én úgy érzem, hogyha zenél az ember, akkor
akkor csak a zenével foglalkozik, és úgy akkor ugye a gondokat, bajokat úgy le tudja tenni, és tényleg ez a kikapcsolódás is megvalósul, meg viszont az is megvalósul, hogy egy kicsit felpörget és jobb kedvre derít. A zene az nekem abszolút az emlékek, ami mindig eszembe jut róla, akár a kisugomnak a szolfés vizsgája, akár amikor az öcsém otthon zongorázik, vagy én ott álltam a színpadon és játszottam bármikor. Tehát ezek az életérzések, a bármilyen területén az életnek mindig ott volt a zene, és mindig volt egy szituáció, amihez egy zene kapcsolódott. Mennyire lehet veszélye annak, hogy tényleg ma már mindenkinek ott lehet, akár mert beszélget rajta, akár mert zenét hallgat, a fülébe a zaj? Hát az öcsémnek szoktam mindig mondani, hogy ha sétál az utcán, akkor ne hallgasson a zenét, mert lelép a járdáról, és elcsap egy autó, és akkor, hogy hát ilyen veszélye is lehetnek, de meg az is lehet, hogy elfásultá is tesz akár, hogy akármilyen baj történik, akkor nem az, hogy megbeszéljük, vagy hogy... Hát ilyen pótcselekvési válik a zene, és én ezért szoktam azt csinálni, hogy inkább, ha zenét hallgatok, akkor leülök, és akkor zenét hallgatok. Én kollégist vagyok, és hogyha hazamegyek, akkor néha vágyok egy kis csendre, és ezért nem tudom beteszemni a fülhallgatót, a fülembe is zenét hallgatok, viszont néha észreveszem, hogy hú, lehet, hogy most jobb lenne, hogyha oda mennék, mit tudom én, húgomhoz, az öcsémet, és beszélgetnék vele, vagy játszanék fel egy kicsit. Tehát ez a veszély is ott van, hogy elidegenedünk egymástól az emberek között. Egy kicsit megszűnik a kommunikáció, mert fontosabb lesz a zene, mint az, hogy mondjuk beszélgessünk, vagy akár 5 percet csendet teremtsünk magunkban. Akkor szoktam zenét hallgatni, amikor utazok, sokat utazok, vagy például lent vagyok a város, és tényleg amikor más nem jut a fülembe, csak zaj, tehát akkor inkább zenét hallgatok. Csendben vagyok, sokszor elkezdek gondolkozni, és ezek gondolatok konkrét mondatokká formálódnak, akár párbeszéddé, és elkezdek mutogatni, és artikulálni akár, és egyszer csak kimondok valamit, és számomra ott a határ, amikor a csendből hangok lesznek. Nagyon fontos, hogy szakítsunk időt a csendre, főleg így magunktól, hogy most azt mondjuk, hogy most egy kicsit elgondolkodunk, és akkor nem zenehallgatással, hanem tényleg csak csendre, vagy magunkra oda tudjunk figyelni, a környezetünkre átgondolni mindent, mert azt igazán csak csendben tudjuk megtenni. Bár jobban is megárt a sok, és hát a csendből is, tehát szerintem nem szabad nagyon túlzásba vinni. Nagyon szeretek beszélni, és ezért szerintem sokkal fontosabb az, hogy inkább valaki mással megbeszélek valamit, de időnként nagyon-nagyon hasznos lehet ez a csend. Néha tudni kell azt, hogy most nem hallgatok zenét, és akkor kicsit csöndbe leszek, és csöndbe vagyok. Szerintem ez nagyon, nagyon fontos, hogyha az ember egy ilyen belső csöndet ki tud magában alakítani, mondjuk hetente 2-3-szor. Szerintem akkor is sokkal lelőbb van. Ezt is lehet gyakorolni. Az ember egyre türelmesebb lesz, és megtalálja ebben is az élményt. És amiután ez élményé válik, utána már egyre szívesebben lesz az ember csendben. Csend első 5 percében nem tudtam mit kezdeni, mert nem voltam hozzászokva a hirtelen jött csendhez, és aztán döbbentem rá, hogy itt le kell nyugodni, el kell mélyülni, imádkozni kell, gondolkodni kell. Arra segít, hogy megálljunk, és arra reflektáljunk, hogy ki vagyok most. Hogy nem arra gondolok, hogy mi leszek, meg mi voltam, hanem hogy mi vagyok most, hogy hol állok, hogy érzem magam, hogy mi az, ami vagyok. Szerintem ebbe segít a zene és a csend is, mind a kettő. És szerintem a csend az jobban, de a zene is mindenféleképpen e felé vezet, hogy az ember megtalálja önmagát. Dombos vidéken élek, és nekem van egy hely a hegytetőn, hegygerincen, ahova nagyon szeretek kimenni, főleg, hogyha jó idő van így nyáron vagy tavasszal. Általában magamba szoktam kimenni oda, vagy esetleg a kutyámmal, és nagyon szeretek ott, hát egy órát, fél órát is el tudok ott üldögélni, és gondolkozok. Van, hogy csak ülök, és nézek ki a fejemből, de nagyon sokszor van, hogy lefekszem, és átgondolom az életemet, vagy hogy mi történt velem az elmúlt időben, és az a csend elzárja előlem a világot.
olyan kapcsolat is, hogy küldök valakinek egy linket, egy zeneszámot, zenecímet, hogy hallgassa meg, és azáltal egy gesztust, egy érzést osztok meg vele. Tehát a zenével ott vagyok én is, a másik, és a csendben meg szerintem még konkrétabban saját magam is, Isten és a kapcsolatot is megjelenik. A zene is és a csend is mind a kettő eszköz arra, hogy az ember boldogságát keresse. Ugye az Isten az embert azt szeretné, hogy boldog legyen, és az embernek ez egy örökös törekvése, hogy boldogságot találjon bármiben is. És ez a csend akár olyan felben, hogy imádkozunk, abszolút egy Istenhez vezető út, illetve a zene is akár élmények, boldog pillanatok által. Nagyon kiváló terve.